néz a tévé, a képernyőn testek. Jankó Marcell vagyok, az Ideal Zenekar basszusgitárosa. Én Serszegi Dávid vagyok, az Ideal Zenekar dobosa és hangulatfelelőse. Igen, pedig Bajnai Marcellnek hívnak, és én énekelek és gitározok. Az arc vagyok én, árnyékot vett rád, játszik a fény. Szolnokiak vagyunk, viszont az ország három különböző pontján tanulunk, per dolgozunk, per élünk. Régerről egyébként minket Van Life névről ismerhettek esetleg néhányan. Idén júniusban döntöttünk úgy, hogy ide a néven folytatjuk a közös zenélést. Egész nap jönnek az értesítések, az üzenetek egymástól, hogy srácok, megint van nekem is egy új ötletem, nekem is, hogy tök jó lenne, ha ezt megcsinálnánk, azt, ez is belefér az új koncert, az is, úgyhogy tök jó megint ugyanolyan inspiráltnak lenni. Ez nem csak egy zenekar, hanem ez egy család tényleg, tehát én erre a kettő ember úgy tekintek, mint a testvéreimre, ezt komolyan mondom. És azóta, mióta megléptük ezt a névváltást, és tényleg még magasabb szintre akarjuk emelni az egész, és több munkát akarunk beletenni, azóta még jobban, hogy mondjam, még jobban kiforrotta magát az egész, és még jobban reggelente, amikor fölkel, akkor az első gondolatom ez a két ember, ez a zenekar. Ezzel az egész kis váltással ez a célunk, hogy már ne zenélgessünk, hanem tényleg működő és profi zenekarként működjünk, amihez szükséges volt ez az elmúlt 5 év. Jó, jöhet a következőként. Abszolút. Visszalálunk. Görcsösen próbáltuk így magunkat beskatujázni ilyen mindenféle ránk hangatott jelzőkkel, hogy alternatív rockzenekar, popzenekar, poprockzenekar. Szerintem ezt kezdjük elengedni, és szerintem ez a legegészségesebb dolog. Hogyha megírunk egy dalt, abban annyiféle stílus keveredik attól függően, hogy éppen mit hallgatunk, hogy szerintem ez a szépsége az egésznek. Kezdjük mi is látni, hogy hál' Istennek Szolnok város az elkezd nyitni a könnyű zene és az élő zene felé. Ugye akár a Tiszaparti nyár, meg az emlékkoncert sorozat. Nagyon sok más komponens is kell ahhoz, hogy városban jól működjön a könnyű zenei élet. Gondolok itt próbatermekre. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van ezzel a helyen, ahol most vagyunk, de sajnos próbáltunk el mi is olyan helyeken, ahol nem biztos, hogy bejöttük volna a tévét. A könnyű zenei oktatás, ami egyelőre, mint egyébként az országban legtöbb helyen, magánúton folyik, és nincsen egy szervezett könnyű zenei oktatás, de például ennek Debrecen egy nagyon jó ellenpéldája, ahol működik a Rocksuli. És egy ilyen fajta kezdeményezés szerintem Szolnoknak is egy nagyon nagy löket lenne, mert nagyon sok zenész van, nagyon sok jó zenész van, úgyhogy vigyázni kell és terelgetni ezeket a fiatal és akár idősebb emberkéket. Én hallgatnám a mi zenénket, ha nem játszanék az zenekarban. Idegen kéz, egy idegen vállon. Hideg a csempe, de mezit a táncolsz. Idegen élet, idegen álom, idegen álmot álmodunk. Szökik az ész, de köszön a távol, köszön a távolságon át. Idegen kéz, egy idegen vállon. Hideg a csempe, te mezit a táncolsz.